A Kipkop Gyerekház szervezésében nyárbúcsúztató kerti partin vehettek részt az ide látogató gyerekek és szüleik. A most következőkben erről készült montásfilmünket tekinthetik meg. És gyerekek, mert ti már így vagytok család, még akkor is, ha apa nem sűrűn volt jelen nálunk a gyerekházba.
Azt mondják a nagyok, hogy úgy illő, és az a jó, ha az élet zajlik. És az élet a legjobb helyen zajlott nálunk, a gyerekházban, minden délelőtt és minden rendezvényen, amiben ti mindig részesültetek, és szinte egy nagy családban nőttök ki magunkat, úgyhogy nagyon-nagyon nagy fájdalommal, annál nagyobb örömmel engedünk további mutatókra benneteket, hiszen teljesítettétek az első feladatot, igazi gyerekházasok lettetek, a gyerekekkel együtt, majd figyeljétek meg, hogy fognak örülni az óvékba és a bölcsibe, mennyi mindent tudnak már ezek a gyerekek, hiszen mindent magukba szívtak. Úgyhogy hát nem marad más hátra, hogy Mariannal elköszönjünk tőletek, mindannyian a szívünkhöz nőttetek, hiszen ez így van rendjén, hogy az ember szeretetet ad és szeretetet kap vissza, boldogságot ad és ugyanazt kapja vissza. Úgyhogy ezt sose felejtsétek, és bármi gondotok lesz, hozzánk bármikor jöhettek, bármikor nyitva áll az ajtónk, és el is várjuk, hogy visszagyertek és elmeséljétek, hogy hol tartotok. És akkor Marianna, sorban, ahogy jönnek a családok. Hát akkor átadnánk egy kis emléket, hogy ne könnyen felejtsetek el bennünket. Először Marcel. És Szilvi, Szabó Szilvi és Marcel. Bocsánat. Hát akkor majd átadod. Nagyon köszönjük, hogy elünk voltatok. Köszönjük szépen is. Nagyon jó kanállalevést kívánunk, és hát minden rajta van, ami fontos. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk sok-sok hónapon keresztül. A következő hanga és Bukor Renike anyukájával. Én nem mehetek, hogy gyerek nyomolni. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Mondjad, hogy mi köszönjük. Azt egy puszi, vagyok puszi. Köszönöm. 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 Köszi. Hát nagyon jó kanállalevést kívánunk nektek. Nagyon szépen. És hát köszönöm. Ezen is rajta van Reni. Minden fontos, köszönöm. Ami köszönöm. Vonatkozik köszönöm. Rátok. Mi is nagyon köszönöm. Szépen köszönjük. Nagyon köszönjük. A következő kispajtás, akitől búcsúzunk, Oliver. És anyukája kormány, Elekes Gabriel. Köszönjük. Mi is köszönjük, hogy velünk tartottatok. Jövő nyáron megyünk. Jó, várunk benneteket. Ezt pedig jó Oliviernek, kanállal tanuláshoz, illetve Gabi, ezen is neked is minden üzenetünk rajta van. Köszönjük, hogy itt voltál velünk, és Olivernek is elküldtük. Keresztényi Levente, a következő, akitől búcsúzunk. Keresztényi Katinkával egyetemben. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltatok. Sok emlékkel meg a játékosztatokat. Köszönöm szépen. Nézd, Levi, mit adok neked? Lehet kane. Műha. Oké, tesz. A mentőautót. Ja. És hát Katinka, köszönjük szépen! Köszönjük a segítséget és az egész családot. Igen! Egy kicsit levitt puszis vagyok, bocsi! Igen! Igen, kaptam! A következő kispajtás az Ármin. És Nagy Illés Bettina anyukája. Köszönöm szépen! Várjuk Noémit! Fogadják a sok szeretetet! Köszönjük, hogy velünk voltatok! Igen, ott van benne! Az a lényeg, ami benne van! Nem fogjad, Noémit! Kapok egy puszit! Puszit! Igen, jó fejek ezek a gyerekek. Ide nézd, mit adok hozzá neked. Egy konyol. Puszi is van. Puszi.
Kicsi vagy? Hogy elfogyod? Van ott, van ott. Akad még. Köszönjük. Anita, és te is fogad tőlünk szeretettel. Nagyon szerettük, hogy itt voltatok velünk. Köszönjük szépen, és csak Emma. Emma, kukut! Kukut! Várjál, lehet, hogy nekem kéne idejönni. Oda nézd! Tessék, ez a tied. Köszönjük ezt szépen! És köszönjük szépen mi is, hogy itt voltatok velünk, bizony! Így van! Nagy Mihály Emmát várjuk! És anyukáját Zsókát! Olyan hosszú nevet nem is kell! Sokkal jobb, de kicsit! Hát köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Köszönjük a tornáztunk, a rajzoltunk. Van puszi neked? Mariannak először. Mariannak egy puszit? Emma? Nem. Kapok egy puszit, adjál neki. Persze. Szegény úgy összezavarodott, hogy köszönöm, mi van? Másik oldalra is látszik. Igen, igen. Olyan egyet. Ide. De ti neki is egy ilyen puszit. Nézd, megadok egy kanalat. Eheted bele a levest, meg a műzlét. Mondja, hogy oda készletből a nagy még pont hiányzik. Mert még egy. Jaj, de... Zópi, ezt meg anyának! Zsóka, köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Nagyon-nagyon jó volt. És várjunk vissza. Anya, kezdnek Jankáni. Ékány Janka. Várunk szeretettel. És Edith anyukáját. Köszönjük, köszönjük, hogy itt lehet. Hát mi köszönjük. Voltatok velünk, és sok-sok élménnyel gazdagodtunk veletek. Nézd, fogadjátok szeretettel. Adok egy kanalat is, lehet műzli tenni, vagy leves. És Edith. Hát akkor tessék jönni a hiányzunk. Nagyon. Mi köszönjük, hogy megajándékoztatok magatokkal bennünket. Nagyon közösen együtt átéltünk, ennél nagyobb kis. Így van. Most olyan gyerkőcök jönnek, akinek a szüleitől még nem búcsúzunk, csak a gyerkőcök. Várok egy kolos. Lehet, hogy Imolát is. Ők úgy is hátba járnak. És lehet ott, hogy Csörömföldi. Egy kis baleset történt. Adunk egy-egy kanalat is. Egy puszit, Imola, egy puszit legalább, na! Imola, tőled is kapunk! Kolos, egy puszi van! Hát ez egy kérdés, én kaptam már egy kérdés! Annyit kérdés! Volt, hogy ennyi puszit kérdés! Hát Zsuzsi, téged meg rázsuk, de nem vég! Jövő hétre nem vég! Marcel, van még nekünk egy sós Marcelunk. Itt a karcikátok búcsúztunk, reméljük anya nem sokára, jön a kis tesszük a karcikát. Ő már zsörcsis vagy, hanem bobitás, de nem volt még alkalmunk elköszönni, úgyhogy fogad sok szeretettel tőlünk, Marci, ezt a kis tariszkát útra való. Elfogadod, mint rajta van kipró. Meg az életkanala. Szépen, hát mi is köszönjük. Ó, szuper, van egy pusz. Ha már négy. A pusz. Csücsöríteni, mert csücsörít. Igen. Köszönjük szépen. Köszi, Márti. Minél hamarabb. Adrián. Van egy Adrián. Ott van egy Adrián. Ott van egy Adrián.
ilyen fogad, sok szeretettel. Tőled is elköszönünk. Hát te is rutinos bölcsis vagy. Igen, igen, már rutinos bölcsis, igen. Ez van puszi. Jó, akkor viszont még egy kanalat, mert az a biztos, és akkor így lesz kettő. Mi is köszönjük! Nagyon sok tajások előtt! Kívánom meg! Hát ő anyának szép oklevél! Hát de! Ő beszélhetjük majd a kapcsolatot! Várjál! Nagyon vagyunk az alkalmat, hogy ne csak fröccsönjük el tőlünk, hanem mi is el tudjunk veletek biztosni, ezért egy kis aprósággal készültünk nektek. Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönjük az elmúlt másfél, két és fél, három évet, amit eltölthettünk közöttetek. Köszönjük azt a nagyon-nagyon sok éneket, nagyon-nagyon sok kreatívkodást, rajzot, és mindent, amit délelőtt meg, sok-sok beszédet, tanácsot. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy vagytok nekünk is, hogy lehetőséget teremtetek, és jövőre is biztos, hogy jövünk nyáron, amikor csak szabad időnk engedni, mert nagyon jól éreztük magunkat. Köszönjük sok. Úgyhogy szeretnénk nektek ezúttal ezt átnyújtani. És személyre szabott is. Kérdőesek voltok. Ki ez a kiéd? Köszönöm szépen. Jön ez a kiéd, ezek ilyen személyes ajándékok. Anitának már legyetek szívesek a szegesmény Anitának átadni. És hát magának a Kiptoknak, mint épületnek is szeretnénk egy... Úristen, de köszönjük szépen! Nagyon kedves, bővül a tablók! Bocsánat, Fesztivál először került megrendezésre Kisteleken. Az egy hétig tartó programsorozat előtti délutánokon a színészek gyermekprogramokkal kedveskedtek a kistelki lakosoknak. Következőkben az erről készült montásfilmünket láthatják. I got this feeling inside my bones. A szívem máshogy ver és új ritmusra vált. Yeah. Off from my city, off from my home. A lelkem könnyű lesz, a dallal együtt száll. Yeah. Ne várj hát, állj a szivárványra. Fenn a felhők hátán jár. Ha érzed, mozdul kezed, lábad, meg ne állj. A ritmus szikra, szíved várva. Ezt a lázas lüktetés vég. Most mint mágya borul lángba, és úgy ég. I shouldn't do, but you dance, dance.
It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop that. Fesztivál először került megrendezésre Kisteleken. Az egy hétig tartó programsorozat minden napra tartogatott meglepetést nézőknek, esténként pedig színvonalas színházi előadásokat láthattak. Erről a hétről Kortai Róbert önálló estjén készült felvételeinket mutatjuk meg önöknek a következőkben. Thank you.
egyszer szépek voltunk együtt, átva újra kezdhetnék, talán újra kezdhetnék, mert nekem ez Nagyon nehéz mindig ügyülni, hogyha nevetnek meg.
van egy verset, és pont arra gondoltam. Akkor ezzel búcsúznék önöktől. Adinak az a verse, amikor konkrétan megtudta, hogy vége, tehát hogy a leletekért elmondott pár évben, és azt mondták, hogy hát, hogy vérbe. Mint egy nagy költődő névig illik, versbe szedte, de nem szomorú versbe. És ezt mondtam ott el, és önöknek is ezt mondanám. Adi Endre Párizsban járt az ősz. Párizsban tegnap beszökött az ősz. Szent Mihály útján suhan mesztelen, kánikulában halkombokat, s találkozott vele. Hallottam éppen a szajna felé, s égtek lelkemben kis rőzsedal, füstösek, furcsák, búsak, bíborak, arról, hogy meghalok. Elért az ősz, és súgott valaki. Szent Mihály útra beleremeg. Zűn, zűn. Röpködtek végig az úton, tréfás falak. Egy perc, a nyár meg sem hőkölt belé. És Párizsból az ősz kacagba szaladt. Itt járt. És hogy itt járt, én tudom csupán. Nyögő volt. Szorgalmas és a Restlány népmesét hallhatják Rekeszki Zoltán előadásában. Jó szórakozást kívánunk a televízió nézőinek! A szorgalmas és a restlány. Volt egyszer egy öreg ember és egy öregasszony. Az öregasszonynak az előbeni urától volt egy lánya, s a bácsinak is volt egy lánya az előbeni feleségétől. De az öregasszony haragudott a férjének a lányára. Nem szívlelte egyáltalán. Annyira jutottak, hogy a lányt elhajtotta,
hogy menjen el szolgálni. Azt mondta az öreg ember, noha nem szívleled az én lányomat, akkor süst neki hamuba sült pagácsát, s menjen el, amerre a szeme lát. Elindult a lány, s ment egy darabig. Egyszer elért egy körtefát. Azt mondja a körtefa neki, hová mész te, lányocska? Megyek szolgálni. Lányocska, gyere, tisztíts le engem a száraz ágaktól, hogyha engemet megtisztogatsz, jó tettedért jót kaphatsz. Oda ment a lányocska, a körtefát szépen letakarította, s tovább ment. Elért egy szőlőbokrot. A szőlőbokor is azt mondta neki, hová mész te, lányocska? Megyek szolgálatra. Akkor azt mondta a szőlőbokor is neki, gyere, tisztíts meg a száraz vesszőktől, metszél, s kapálj meg. Mikor visszafordulsz, meglásd, jó tettedért jót kapsz. A lányocska szépen megmetszette, megkapálta, s tovább ment. Ment, ment, amíg elért egy kemencét. Az a kemence össze-vissza volt omladozva, olyan rossz volt. Azt mondta neki, gyere ide, lányocska, sikálj meg engem, meglásd, mikor visszafordulsz, jót tettedért jót kapsz. Akkor a lányocska mindjárt földet gyúrt, megsikálta, s tovább ment. Elért egy forrást, egy kutacskát, egy kicsike kutacskát. De az a kutacska rendetlen, elhanyagolt volt. Azt mondja a kutacska neki, hová mész te, lányocska? Megyek hosszú útra, szolgálatra. Gyere ide, takaríts ki engem szépen. Meglásd, mikor hazatérsz, jót tettedért jót kapsz. Akkor a lány szépen kitakarította, kimerte az állott vizet belőle, és tovább ment. Ment, ment, s ahogy ment, találkozott egy kiskutyával. Azt mondja a kutya neki, hová mész te, lányocska? Megyek szolgálni. Gyere, takaríts meg engem, s nyírj meg, s mikor visszafordulsz, akkor a jót tettedért jót kapsz. Akkor a lányocska megnyírta, szépen megtakarította. A kutya megköszönte, s a lányocska tovább ment. Ment, ment, s egyszer csak elért egy szép házat. Tündérek laktak benne. Kérdezik, hogy milyen útban van. Azt mondja nekik is, hogy megy a szolgálatot keresni. Azt mondja az egyik neki, maradj meg itt nálunk, itt van 7 szoba. 6-ot seperj ki, de a 7-dikbe be ne menj. A lányocska ott maradt, s ott szolgált egy esztendeig. Meghallgatta az öreg asszonyt, és úgy csinált mindent, ahogy ő mondta. Mikor az esztendőnek vége lett, így szólt az öreg asszonyhoz. Most már haza akarok menni, hogy megmutassam apámnak s anyámnak, hogy mit szolgáltam. Akkor azt mondja az öreg asszony, na most gyere velem, meghallgattál szépen, és most meg is kapod, ami jár neked. Akkor az öreg asszony benyitott a 7. szobába. Ott volt egy rakás ezüstpénz, s egy rakás aranypénz. Azt mondja az öreg asszony a lánynak, most hentergőzz meg ebben az ezüstpénzben, ami rád ragad, az a tiéd. Mikor a lányocska felállott, akkor megint azt mondta, na most hentergőzz meg szépen az aranyban. Akkor meghentergőzött a lányocska abban is, azután felállott, s elbúcsúzott. Jött az úton visszafele, elérte a kutyát. A kutya olyan szépen táncolt, olyan öröme volt, mikor odaért hozzá, s azt mondta, na lányocska, most gyere ide hozzám, s innen rólam vegyél, ami neked tetszik, amit te szeretsz. A jót tetted, most visszajár. A kutya tele volt aggatva gyöngye, s a lányocska vett, amennyi kellett, szépen felrakta magára. Ment tovább. Mikor odaért a kutacskához, az olyan szép volt, hogy csupa gyönyörűség. Csészikék, kancsócskák voltak kirakva, amivel lehetett merni. S a lányocska merített, egyet ivott, s megnyugodott. Aztán szépen felkelt, s jött hazafelé. Mikor odaért a kemencéhez, ott sültek a bélesek kalácsok. Azt mondja a kemence, gyere ide, egyél, amennyi jól esik, mert a jót tetted, visszajár. Evett is, hozott is, s ahogy jött hazafelé, odaért a szőlőbokorhoz. Hát ott olyan szép szőlő volt, bor poharakban kitéve, ehetett, ihatott, amennyi kellett. A bélesre éppen jó esett. Tovább jött hazafelé,
s odaért a körtefához. Nagyon meleg volt, mikor odaért, s azt mondja a körtefa neki, gyere ide, lányocska, már nagyon sok ideje várlak. Megért a körte, vegyél és egyél, amennyi jól esik, s haza is vigyél, amennyi kell. Még közeledett hazafelé, már a kakas meglátta, hogy jön. Felállott a kapu tetejére, és szólani fogott. Kukuriku gángú, jön az én nénikém, ezüste, aranyjal teli futtatva. Mikor közelebb jött, meghallotta a lány is, szaladni kezdett, hogy örömet hozzon az apjának. Megint szólott a kakas. Kukuriku gángú, jön az én nénikém, aranyjal, ezüsttel futtatva. De az öreg asszony azt kiabálta. Hallgass te, nem igaz! Megint kiáltott a kakas. Kukuriku gángú, jön az én nénikém, aranyjal, ezüsttel futtatva. Mikor a lányocska bement a kapun, mondta az öreg asszony. Elég sokat kaptál, de most elmegy az én lányom is, s az sokkal többet hoz, mint te hoztál. Akkor az asszony sütött neki is egy adag hamuba sült pogácsát, betette a tarisznyájába, és elment az ő lánya is. Abban a nyomban odaért a körtefához. Azt mondja a körtefa, gyere ide, lányocska, takaríts meg engem a száraz ágaktól, jót tettedért, jót kapsz. Akkor a lány azt mondja neki, én a csecsebecse lábacskáimat, s vacsa-vacsa kezecskéimet nem csipkézem meg, akármi is lesz. És tovább ment. Elérte a szőlőbokrot. A szőlőbokor is azt mondta neki, menjen oda és metsze meg, mert a jó tettéért jót kap. De a lány neki is azt mondta, hogy ő a csecsebecse lábacskáit, vacsa-vacsa kezecskéit össze nem szurkálja, akármi is lesz. Akkor tovább ment, s elérte a kemencét. A kemence azt mondta neki, gyere ide, te lányocska, gyúrjál földet, sikálj meg engem, mert jót tettedért jót kapsz. De a lány azt mondta, hogy ő a csecsebecse lábacskáit, a vacsa-vacsa kezecskéit nem mártja sárba, ha akármi is lesz. Akkor tovább ment, elérte a kutat, és a kút is azt mondta, gyere ide, lányocska, mert ki ezt az állott vizet, mert jót tettedért jót kapsz. De a lány neki is azt mondta, én a csecsebecse lábacskáimat, vacsa-vacsa kezecskéimet be nem piszkítom, akármi is lesz. Akkor tovább ment, elérte a kutyát. A kutya mondja neki, gyere ide, lányocska, nyírjál meg. De a lány azt mondja neki, én rád nem teszem a vacsa-vacsa kezecskéimet, a csecsebecse lábacskáimat, én be nem piszkítom, akármi is lesz. Akkor tovább ment, és elérte ő is azt a nagy kastélyt, és bekéreckedett, hogy ott aludjék. Őt is megkérdezték, hogy hova megy. Azt mondja a lány, hogy megyen hosszú útra, szolgálatra. Akkor azt mondja az előbeni öregasszony neki, hogy maradjon ott náluk, mert ott már volt egy lány, s az nagyon jól viselte magát, s nagyon jól is járt. Ott is maradt, és az öregasszony azt mondja neki, itt van ez a 6 szoba, sepert ki, de a hetedikbe be ne menj. A lánya 6 szobát kiseperte, s a hetedikbe sem ment be egy darabig, de egyszer mégiscsak bement. Még nem telt le fele az esztendőnek, mikor benyitott oda. Akkor látta csak, hogy mi van odabent. Kígyók, békák, s azok úgy összemardosták, hogy véres lett egészen. Mikor kijött onnan, odament a gazdaasszonyhoz, s azt mondta, hogy ő nem szolgál tovább. Nem is fizették ki, mert nem fogadott szót, s hazafele indult. Amint jött, útközben összetalálkozott a kutyával. Odament hozzá, hogy kérjen a gyöngyökből, de a kutya azt mondta, nem akartál megtisztítani, most maradsz a csecsebecse lábacskáiddal, s a vacsa-vacsa kezecskéiddel. Mehetsz utadra. Jött nagy szomorúan, s odaért a kúthoz. Nagyon szomjas volt, s el akart venni egy kancsót, hogy igyon. De a kancsó elhúzódott tőle, s azt mondta a kút, menj el innen, mert sajnáltad a kezedet, s a lábadat. Semmit sem kapsz. Akkor elért a kemencéhez. Ott sültek már a bélesek kalácsok. Mikor nyúlt oda a kemence szájához, hogy vegyen, sütötte a kezét, nem tudott venni. Azt mondja a kemence, menj el innen, nem érdemled, hogy jót tegyél,
mert sajnáltad, hogy bemártsad a csecsebecse lábacskáidat, s a vacsa-vacsa kezecskéidet. Akkor tovább ment. Elérte a szőlőbokrot, azon szőlő, ott a bor, csak enni és inni kellett volna. Oda ment, hogy szakítson egy gerezdet, s vegyen egy pohár bort. Akkor a szőlőbokor eltaszította a kezét, s azt mondta neki, menj el, mert nem akartál megmetszeni, s nem akartál megkapálni. Most nem érdemled meg. Elért a körtefához, de ott sem tudott szakítani egy körtét se. Mikor közeledett haza, akkor a kakas felhágott a kapu tetejére, és szólani fogott. Kukuriku gángú, jön az én nénikém, vérrel futtatva. Akkor az ördöngős asszony odament, s azt mondta, nem igaz, arannyal jő futtatva, de a kakas megint elkezdte. Kukuriku gángú, jön az én nénikém vérrel futtatva. De az öreg asszony megint csak azt mondta, nem igaz, mert arannyal jön futtatva. Harmadszor is azt mondta a kakas, kukuriku gángú, jön az én nénikém vérrel futtatva. Mikor elmondta, akkor belépett a lány a kapun, és akkor meglátta az anyja is. Nem igaz, nem igaz, kiabálta, de az öreg ember azt mondta. Látod, az én lányom jobban szolgál, mint a tiéd. És akkor összevesztek, és az öreg asszony és a lánya elment a háztól. Az öreg ember és a lánya, ha meg nem haltak, még ma is élnek.